texádi belvárosi templomban. Nem szeretnék hosszan prédikálni, de azért hagyd mondjam el, Püspök atyát azért hívtuk meg erre a mai szentmisére, mert meg szeretnék ünnepelni. 35 éve szentelték püspökké, pécsi megyés püspök lett belőle, és hát nem titok, de talán sokan tudják, hogy pár nap múlva pedig születésnapját is köszönhetjük Püspök atyának. Nagyon hálás vagyok én személy szerint Püspök atyának, hiszen úgy szoktuk ugye mondani, hogy ő az én szentelt püspököm, engem ő szentelt pappá, és én személy szerint azt is nagyon köszönöm neki, hogy papi életem során nagyon jó helyekre tetszett helyezni Püspök atya. Mind Magyar Széket nagyon szerettem, ugye, aztán Harkányba beleszerelmesedtem, meg Dunaföldvár, ezek a helyek, ezek gyönyörű helyek voltak, és Püspököt mindig követtem nagyon sokáig. 14 évig volt ő is Földváron, én ugye szintén 14 évig voltam, aztán szexuális téválos lett, én is az lettem, de én püspök nem leszek. Tehát azért itt megállt a sor, de nagyon hálás vagyok Püspök atyának, hogy életemben nagyon nagy részében ott volt Püspök atya szeretetével, amikor bajban voltam, akkor a meghallgatásával, segítőkészségével. Hát azért most nem árulok el mindent a testvéreknek, de az én hálám az külön is üldözni fogja Püspök atyát, így mond, az életemben, amit kaptam Püspök atyától. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jön még Püspök atya, hogy májusban is, de akkor már virolaszi Püspök atyával ketten fognak itt ünnepelni, és akartok egy külön ünnepet, hiszen volt, mint szexuális plébánosként, megyés püspökként, és most pedig hát ilyen társ plébánián vagyunk ugye együtt Püspök atyával. Mindig mondja, hogy főnöke, hogy ez nem igaz, nem vagyok főnöke, inkább csak plébános vagyok, ő pedig, hát amit mond, azt én mindig megteszem, mert alázatos vagyok, és mindig engedelmeskedem. Hát Püspök atya, nagyon nagy szeretettel köszöntjük, örülünk annak, hogy eljött közénk, és kérjük, hogy imádkozzon értünk is, és megimádkozunk Püspök atyáért, hogy minél tovább köszönjük. Köszönöm szépen, kedves éneket, és szeretettel köszöntöm, és igazán örülök annak, hogy itt most ilyen szép számmal együtt vagyunk, és visszagondolhatunk a régi időre, visszagondolhatunk arra, amikor a szeretet összekapcsolt, és még mindig együtt tart. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a minden. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez. Az Úr, a te Istened, hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid közül. Ő rá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb hegyén, az egybegyűlés napján, amikor azt mondtad, nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghalljak. Erre így szólt hozzám az Úr, helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, ajkára adom szavaimat, s ő mindent magukra ad, amit parancsolok neki. Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más Isten nevében beszél. Ez az Isten igéje. Az Isten, ki a magasságban adózik, és az alázatosakat látja meg a mennyben és a földön. Ki olyan, mint Urunk az Isten, ki a magasságban Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlenek arra van gondja, ami az Úré. Hogyan járjon az Úr kedvében? A nős azonban világi dolgokkal törődik. Hogyan keresse felesége kedvéért, ezért megvan osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le. Hogyan járjon férje kedvébe? Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlen életre
és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. Ez az Isten igéje. Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jött el, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették. Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas? Míg a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igényi. Áldom téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és arra gondoltam, hogy egy-két számot az életemből mégiscsak el kellene mondanom, bár a mindenkinek nagyon is ismerősök ezek a számok, ha nem is pontosan tudják. Az egyik dolog, amiért ugye most itt vagyok és hálát adok a kedves híveknek is, mindenkinek, aki itt van, aki hallgatja most majd a tévén keresztül is a felvételt, hogy ebben az évben 40 évve kerültem ide Szekszárdra. Szinte hihetetlen.
nem is így köszönteném az embereket, hogy az időseket, hanem akik akkor itt voltak, akkor fiatalok voltak, lelkileg is ott álltak mindig a Jézus Krisztus elé, a pap csak segítette őket. Ezért is mondtam, hogy 40 évvel ezelőtt, amikor Csekszárdra kerültem, akkor nagyon is erőt adott nekem a csekszárdiaknak a vallásossága, csekszárdiaknak a tanúság tétele. Ugye Tamás atya említette, hogy 30 évvel ezelőtt lettem püspök, II. János Pál pápa segédpüspökként nevezett ki, és akkor 20 éves pap voltam, és csak amikor ide kerültem, 43 éves, amikor pappá szenteltek, 48. Az ember elcsodálkozik, hogy ilyen kevés számmal hogyan lehetséges ez, és csak azért lehetséges, kedves testvérek, mert 1988-89-ben már új szelek levegőváltozása volt, és ezért lehetett akkor az, hogy ötünket szenteltek akkor pappá, és az öt közül mindenki, majdnem így lehetne mondani, az ismeretlenségből lett püspökké szentelve. Megyés püspöki beiktatásomig, kedves testvérek, ugye itt maradtam Csekszárdon, bár az szokott lenni, hogy ha valakit püspökké szentelnek, mindjárt megy Pécsre, de én akkor kértem, hogy maradhassak, mert a Bellon Gellért püspök, aki szintén, de idősebb korában volt segédpüspök, ő is Jánoshalmán maradt, és akkor gondoltam, hogy hát akkor mégiscsak a Csekszárdon maradok, és Csekszárdon vagyok, innen is el tudom látni azokat a birmálási teendőket, amelyeket akkor a megyés püspök rám bíz, és lehet, hogy vannak is még olyanok, akik akkor sofőrként vezették az autót, és vittek különböző birmálási helyekre. Ezután, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy most már az Isten igéjére kellene térni, nem a személyes dolgokat csak emlegetni, hiszen amikor itt vagyunk a Szent Misén, akkor nagy öröm mindig az, hogy így is szokták mondani, a mennyei liturgián veszünk részt, nem csak földin, a mennyei. És ez azt jelenti, hogy akik akkor éltek, vagy előtte, akik ott vannak a mennyben, az angyalok is, a szentek, akik közülünk kerültek, azok is részt vesznek most ezen a mennyei liturgián, és hogy a mennyei liturgián ugye részt vegyünk, ha szabad mondanom, most már ebben a korban olyan vagyok, mint az evangéliumi család, apa példája, elővesz régit és újat egyaránt. A régi is ott van, mint tapasztalat, az új is ott van, mint a mai időknek a nagy kihívásai. De ahhoz, hogy megértsük a mai evangéliumot, ehhez nagyon jó, ha a könyörgést még egyszer csak az emlékezetünkbe idézzük, ahol az szerepelt, hogy
teljes lelkünkből imádjuk az Istent, és őszinte szeretettel legyünk az emberek felé. Isten imádása az emberek szeretete. És ebben, kedves testvérek, nem szabad a sorrendet megváltoztatni. Mindig az Isten imádása az első, és utána következik az őszinte ember szeretet. A mai időnek a sok problémája az éppen azért van, mert fölcseréljük a kettőt. Azt mondjuk, hogy csak az ember. Egyszer valakit megkérdeztem, aki kritikusan beszélt az egyházról, hogy akkor most megkérdezem, melyik egyház mennyit ér? És akkor azt mondta, ezt a Caritas tevékenységén lehet lemérni. Amelyik egyház több szeretetet ad az embereknek, fogható szeretetet, az értékesebb egyház. Aki csak az Istenről beszél, Isten állítja oda, az kevésbé. Értjük? Megfordult sok minden. Most is néha ezt látjuk és ezt érezzük, és ezért kell ezen nagyon is elgondolkoznunk, hogy megmaradjon mindig a sorrend. És most ehhez a sorrendhez akarom kapcsolni a mai evangéliumot is. Mert a mai evangéliumban, kedves testvérek, azt hallottuk, hogy Kafarnaumban, ahol Jézus sokszor megfordult, ahová elviszik a zarándokokat, és mindig megmutatni a romos zsinagógához. És Jézus, amikor beszél, azt mondják, nem úgy beszél, mint az írás tudók. Úgy beszél, mint akinek hatalma van. És mi a különbség? Az a különbség, kedves testvérek, mint az írás tudók, úgy beszélnek, mint ahogy mi is. Mint ahogy az emberek beszélnek. Mint ahogyan egy pedagógus beszél, mint ahogy egy szülő beszél, hogy most elmondom a gyerekednek, hogy a fejébe menjen, hogy megjegyezze, hogy okosabb legyen, hogy eligazodjon az életben. Nem ez a rossz. Ez nagyon is jó. Csak kevés. Úgy beszél, mint akinek hatalma van. És ez azt jelenti, hogy amikor Jézus beszél, akkor úgy beszél, hogy a szívünkbe hat az a beszéd. Hogy megéri nem csak meghallgatni, hanem megéri követni. Megéri azt, hogy az életemet hozzáigazítsam. Ezért beszél úgy, mint akinek hatalma van, nem földi hatalom és birtoklás, hanem a szívnek a megváltoztatása. És amikor azt mondjuk, hogy a szívnek a megváltoztatása, és mint akinek hatalma van, akkor jusson eszünkbe, kedves testvérek, a múlt vasárnapi evangélium, ahol Jézus meghívta az apostolokat. Azt hallottuk, éppen hálót vetettek a vízbe, és Jézus azt mondta, gyertek, kövessetek engem. És ott hagyták a hálót, ott hagyták a halat, pedig mondhatták volna, hogy hát de kell nekünk a hal, de kell nekünk az ennivaló, de kell a megélhetés, de sok-sok mindent lehetett volna. És ott hagyták, követték Jézust. A másik pedig ugye az volt, hogy éppen a hálóikat javítgatták. Hát nem az a fontos, hogy rendes szerszám legyen, rendes háló legyen. Jézus szól, ott hagyták az Zebedeus fiak apjukat is, ott a halászlegényekkel.
elment Jézus, követte őket, mert hatalma volt. És ez az, kedves testvérek, amikor mi is halljuk a jézusi szót, akkor nem szabad csupán leragadni a hétköznapok bajaival, de főképpen nem szabad leragadni az ideológiákkal, mert az ideológia az jön-megy, az ideológia az mindig időhöz kötött. Az idősebbeknek, ha elmondom, akkor ez csak ismétlés. Ugye valamikor azt mondták, a béke tábor legyőzhetetlen. Legyőzték? Ma senki sem emlegeti. A Jansen, a Verbita rendnek az alapítója, múltkor olvastam, azt mondta, éppen erről a változásokról, az ideológiai problémák, bajokról azt mondta, hogy az öreg Isten él, és ő megvédi az egyházat még akkor is, hogyha a tenger hullámai toronymagasok. Nekünk is, kedves testvérek, ez ad erőt, az, hogy a hullámok toronymagasak, éljük, tudjuk, de mégsem eshetünk kétségbe, mert szól hozzánk mindig ő, akinek hatalma van. És ez a hatalom, ez természet fölötti hatalom, és ez a hatalom, kedves testvérek, kinyilatkoztatott hatalom. Az olvasmányban olvastuk, hogy Mózes beszél, Isten beszél Mózeshez, és azt mondja az Úristen Mózesnek, hogy hozzád hasonló prófétát küldött. Nem is szoktunk odafigyelni. Nem azt mondta az Úristen Mózesnek, veled egyenlő rangú prófétát, hozzád hasonlót, prófétát, és nem prófétákat, és ez az egyetlen proféta, aki csak hasonló, de több, mint a Mózes, aki egy proféta, ez a Jézus Krisztus, beteljesedett, mert hűséges az Isten. Elmúlnak az évek, évszázadok, de az Úristen nem múlik el. Tudjuk, hogy nehéz sok minden, amit meg kell tenni. Hát éppen a Szentleckében is, kedves testvérek, ott hallottuk, ugye, hogy a nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, a feleség keresi a férje kedvében a házas, aztán a többiek is mind-mind a feladatukat akarják teljesíteni, és ez jó és helyes. De a Szent Pál apostol hozzáfűzi még, hogy az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra akarnak segíteni titeket. És amikor azt mondja, osztatlan ragaszkodás, akkor ez nem azt jelenti, hogy a feladatainkat ne teljesítsük, hanem az, hogy a sok feladat között legyen valami, ami nem tud szétosztani, széttördelni minket. Nem tud tönkre tenni minket. És tulajdonképpen ez az, amikor meghalljuk Jézus Krisztusnak a szavát, aki úgy beszél, mint akinek hatalma van. És ez nekünk mindig erőt ad, mindig bátorságot ad,
mindig fölemel minket, ettől mindig, ettől a hangtól meghalljuk az ő hívó hangját. Mert az, hogy mi itt vagyunk most, kedves testvérek, lehet, hogy hát igen, ezt a hívó hangot hallottuk meg a szívünkben. Ezt a hívó hangot, ezért jöttünk el, még akkor is, hogyha mások hívták fel a figyelmünket. De aki hívott minket, aki meg akar ajándékozni minket, az Jézus Krisztus. Sokszor azt gondoljuk, eljövünk a templomba, hogy Jézus megdicsérjen minket. Nem nekünk kell Jézus dicsérni. Mi kapunk tőle ajándékot, mi kapunk tőle többet. És ezért, amikor azt mondjuk, hogy új tanítás, hát még az ördögök is hallgatnak, kiűzi az ördögöket, ezzel akarja az evangéliumban megerősíteni az evangélista, hogy Jézusnak a szava, amely hatalmat jelent, az természet fölötti, az ördögöknek is parancsol, nem csak embereket befolyásol. És ezért, kedves testvérek, most, amikor együtt vagyunk, és amikor azt mondhatom, hogy a hálámat is ki akarom fejezni, akkor ezt a Jézusban való közösséget, egységet, hiszen ha nem lett volna meg ez az egység, akkor nem tudtuk volna ezt a nagy templomot csak a hívek segítségével restaurálni annak idején. Mert akkor még nem volt pályázat. Akkor még nem lehet azt mondani, hogy majd mások, a kedves híveknek az ősei, szülei, nagyszülei adták össze. És az, hogy a plébánia is megújulhatott a korát építése, hogy mégiscsak a valaki szekszárdi plébániára jön, káplánként érezze akkor, hogy otthon lehet. Ezt is a híveknek köszönhetem. Én Jézusnak köszönjük velem együtt. És ezért, amikor azt mondtam ugye, hogy ott kell lenni mindig a könyörgésben az Isten imádása, és az ember szeretete. Nem ez a fő parancs? Szeresd Uradat Istenet teljes szívedből. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ha ezt a sorrendet megőrizzük, akkor hűséges katolikus keresztények maradunk. Ha ezt elveszíti valaki, akkor mindig elégedetlen lesz, mert a földi jutalom az sohasem fogja betölteni az embert, mert a Szent Ágoston is azt mondja, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Kérjük ezt a megnyugvást, ezt a felebaráti szeretetet, ezt a sorrendet továbbra is. Amen. Hiszek az egy Istenben, all right.
imádkozzunk testvéreim, hogy a Szentlélek erejével mindenkor győzedelmeskedjünk testünk ösztönei felett. Óvd meg, Urunk, a világot az abolátlan ösztönök és a bűn uralmától. Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek. Az, hogy akik hívásodra lemondtak a házas életről, szeretetükkel egész egyházadat szolgálják. Őrizd meg házastársakat hűségben és odaadó szeretetben. Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására. Addulunk, hogy a háború véget érjenek és béke legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat és minket is. Önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataljaink és minisztránsaink szívébe, hogy meghallják hívásodat, ha szólítod őket, örömmel mondjanak arra igent. Istenünk, erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy fedhetetlen életünkkel mindig méltók legyünk keresztény mi voltunkhoz, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el a szívünk ezekkel az áldozatot, de vélek kicsit érés és kicsőségre. Mindannyian és az egész szívünk. Urunk Istenünk, hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat, kérünk, tedd meg váltásunk szent áldozatává, és fogad kegyesen Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teleket. Emeljük fel szívünket. Segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit vesztességnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Vegyétek és egyetek ebből mindjárt.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Bernát apáttal, Aquinói Szent Tamással és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzal az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljon. Jóságos Atyám, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Thank you.
tápláléka, növelje bennünk mindenkor az igaz hitet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Írtam a testületnek, hogy február 2-án gyertek a Szentelő Borgasszony ünnepén, az esti 6 órai szentmisében a szentbeszéd a gyermekeknek fog szólni, és a mise keretében lesz a gyermekek megáldása, illetve gyertya szentelés is lesz. De nagyon várjuk a fiatalságot, a gyerekeket erre a szentmisére. A Szent József iskola nyílt napja az első, negyedik és ötödik osztályban 2024. február 7-én szerdán az első két tanórában lesz. Egyházközségünk az idén is indít zarándokot, csomagot, erről a megbeszélés majd február 9-én házasság hetében szervezett a Babics Kulturális Központban 13-án 6 órától, meghívott házaspár Számoli Soma színész és felesége Fazekas Rita jogász témájuk, hogyan kapcsolódjak jobban a másikhoz. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Lehet jelentkezni a Pécsi Püspöki Hittudomány Főiskola államnak támogatott különböző szakjaira is, erről lehet olvasni majd a hirdetőtáblán. A férfi korzió március 7-től 10-ig tart, nálam, illetve Jankó Árpádra lehet jelentkezni. Ahogy mindig elmondom, nagyon kevesen jelentkeztek még, nagyon kérném a bátra férfiakat, akik már régen voltak lelki gyakorlaton, hogy jöjjenek el egy naszabi, igazából a pénteki, mert csütörtök este kezdődik és vasárnap délutánig tart. Ez egy komoly, mély lelki gyakorlat, hitünk újbóli átgondolása és elmélyülése a célja. Szerintem, hogy nekünk papodnak is kell menni legjobbakra, mindenkinek szüksége van a legjobbakra, tehát nálam lehet jelentkezni. Hirdetjük ezt a zarándoklatot még mindig június 24-28 között, mindig segítő szűzanyához Passzóba. Ez az út, ez 280 ezerbe kerül, és úti költség is a félpanziós ellátás van benne. Idén, aki szeretnek egyházi esküvőt, azok minél előbb jelentkezzenek nálam, hiszen február elején már kezdjük a közös egyes oktatást. Egy nagyon kevés pár van, tavaly 30 volt, egész évben eddig 15-en jelentkeztek, 15 pár. Albérletünk kiadó, ugye itt a Kiskápolnánál nála lehet érdeklődni, illetve én most is hirdetnék a takarítást, ma ki fogunk tenni egy nagy lapot, lehet jelentkezni. Nagyon bízom a testvérekben, hogy el is kell egyfajta bátorság, hogy összeálljak három családdal, és azt mondjam, hogy én egy évben azt mondom, hogy 3 órát egy szombaton vállalok, hogy a templomot egy 3 család kitakarítja. Nagyon szeretném kérni a testvéreket, hogy legyenek bátrak, mondják azt, hogy igen, az én templomom, és akkor az én kezem munkája is itt lesz benne. Vagy Püspök atya mondta, most nem pénzt kérünk, most időt kérnénk egy 3 órát, én egy évben egyszer, hogy a templomot takarítsuk. A családokat kérném, fogjanak össze, illetve a közösséget is, hogy egy-egy napot vállaljanak, nincs olyan sok szombatunk, hát avonta egy lenne, vagy maximum 2. Köszönöm szépen még egyszer Püspök atyának, hogy eljött közénk. Örök annak, hogy ilyen sokan vagyok a templomban, féltem, hogy egy kicsit kevesebb, de most látszik, hogy nagyon szeretjük Püspök atyát, és hálásak vagyunk a püspöki létéért, illetve a szexuális létéért, és én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokáig tud bennünket segíteni, hiszen hogyha ő nem vállalta volna a kakastot, nem lenne ott, akkor nekünk kéne oda is járni, és ezért is külön is hálás a Püspököknek. Isten értesen is van. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké, az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta, adjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békén.